A lélek és a szellem táplálása mellett a test egészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszeretett társalgás adássorozatunkban végtelen szeretettel és tisztelettel Kis József Zsoltot köszöntöm a stúdióba. Zsolt mentálhigiéniás segítő szakember és asztrológus, és meg kell, hogy mondjam a kedves nézőknek, hogy Zsoltot én egy nagyon nagy tisztelettel és nagyon fontos vezér egyéniségnek tartom a mostani nagy ébredési folyamatban, aminél talán nem is szeretem már kimondani ezt a szót, hogy ez feltétlenül spirituális, mert hogy a spiritualitás, mint eszköztár is egy sokkal mélyebb, az embereknek egy sokkal mélyebb, eredendő, tiszta tudati minőségére való ráébredése felé zajlanak a folyamatok. Tehát mondjuk azt, mint a spiritualitás is, mint egy iskola, ott is nagyon sok mindent el lehet érni, lehet haladni az úton, és Zsolt egy olyan áldásos valaki, aki olyan segítséget kap ebben a folyamatban valahonnan, majd ezt ő el fogja mondani, remélem, ami alkalmas arra, hogy embereknek a sokassága tulajdonképpen az ő általa megadott felismerések, előrejelzések, instrukciók mentén, ha akarnak, akkor a tudatosságuk és a szabad akaratuk mentén tudnak vele együtt haladni. És a mai beszélgetésben ennek nagyon fontos szerepe lesz, annak, hogy az ébredés bizony egyénileg történik, de maga az ébredettség, és maga az az állapot már, amikor már valaki úgymond tisztább állapotban van, az mindenképpen már egy sokkal közösségibb, nem feltétlenül egyéni dolog, hanem embereknek a sokassága tud, a sokasságának a megsegítése tud megtörténni egy ilyen tömegerőn keresztül. És Zsolttól megszokhattuk már, illetve aki a korábbi adásokat látta, hogy Zsolt az asztrológiát és egyébként egyéb dolgokat is segítségül használ, a szakértelmét, ahhoz, hogy ne csak az ember botladozzon itt és reagáljon a világnak a dolgaira, a világ vezetői által megadott kódta alapján élje az életét, arra való túléléssel, reagálással, hanem a bolygókkal egyfajta univerzális, egyetemesebb összhangban a dolgokkal lépkedünk itt. Azt gondolom, hogy fokozatosan, biztonságosan, ami még azért jó, mert stabilizálódni tud menet közben. Ilyen tempóban az embernek az az eredmény, amit elér. Jó hosszú volt a bevezetőm, de Zsoltot rögtön szeretném megkérdezni, hogy most egy ilyen kis békésebb időszak van, legalábbis ami azt illeti, hogy az emberek békén vannak hagyva, szabadon fesztiválozgatnak, nyaralgatnak az emberek, szabadon járogatnak előadásokra, olyan tartalmakat fogyasztanak, amit szeretnének. Egyfajta szabadság érzet jellemzi a mostani korszakot, és ez, aki tudatos és jelen van, azért általában résen van, hogy ez nem valaminek az előjele-e, és nem készül-e hirtelen valami ellenünk a közeljövőben, és hát nem tudom, hogy a bolygók, az asztrológia mit mutat egy közeljövő területén, hogy te hogy éled meg most ezt a nyári időszakot, mind az ébredés tekintetében, és mik a kilátásaink, amit te tudsz jelezni nekünk. Szeretettel, tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt, és köszönöm a meghívást, hogy újra beszélgethetünk. A bevezetőben, amit elmondtál, hát mondjuk így, hogy nekem nagyon tetszett a pontosság, de hogy törekszem erre, vagy igyekszem igen ezt követni, fejlesztve magam, vagy ezt felnőni, és itt egy kérdésed volt ebben, hogy,
hogy kapom, vagy amit közvetítek. Hát bizonyos értelemben azt gondolom, hogy mindenki kap valamit, aki ugye a helyén van, az élet hivatásában van. Ez mindenképpen úgy tűnik, hogy a hivatás szerepem része, ez ugye az életemet nézve, ez így mozaikokból összeállt. Azt gondolom, hogy talán ezért is kapok erre segítséget, illetve hát azért is, mert ezt mindenki érezheti, tudhatja, sejtheti, attól függ, hogy hol tart, hogy erre most nagy szükség van. És most akkor koncentráljunk erre a nyára, amit kérdeztél. Hát ez látszólagos, ugye van egy, szoktunk róla beszélni, te is követed egy YouTube csatornám, ahol rendszeresen fölteszek prognózisokat, ugye most júliusban 2 tettem föl, és ennek az az oka, hogy noha vakációban, szabadság van ezen az égövön, meg itt a szokások szerint, de mégis mozgalmas a nyár. Ennek ellenére ezt egyébként látjuk, hát nyilván itt kollektív dolgokról tudunk beszélni, főleg hivatkozni, mert azt mindenki tapasztalja, az egyes emberek élete az egy másik kérdés, azt ő tapasztalja, hogy azért elég mozgalmas dolgok történnek a világban, és azért is tettem föl 2 videót, és egyébként pont ma vettem föl, tehát a jövő héten, pont mire ez kikerül, az a videó is kint lesz már a YouTube-omon, még egy részt, ugyanis július közepén egy nagyon komoly időszak kezdődött, ami tapasztalási mintázat, ahogy szoktam mondani, ami pontosan augusztusban közepén kulminál, és meghatározza a következő hónapokat, nagyjából szűk egyéves időszakot, és ez bizonyos értelemben az emberiség tapasztalási mezejében ez egy alkorszak, aminek elég komoly következményei vannak. Ez az egyik. A másik pedig, ha ez kicsit mint segítő és mentálhigiénés szakemberként nézem ezt a dolgot, akkor nyilván a világ, ahogy a Wittgenstein fogalmaz, ugye a világ az én világom, de ha ezt pszichológiailag nézzük, amilyen a belső világom, olyan lesz az általam megélt világ. Most leegyszerűsítve, milyen szemüvegem vagy szűrőn keresztül nézem, és ugye ez már egyrészt egy hozott tartalom, ami beíródik már nagyon korán, már a leszületési, fogantatási térben és különböző fázisokban. És például ennek egy nagyon fontos szakasza a magzati élet, a korai anya kapcsolat, az egy meghatározó, és például, hogy milyen ez a ős élmény, alapélmény, például az anyával, egy darabig ugye a babának a világa az anyával megélt egységélmény, duál unió, amiből kijön. Ha az biztonságos és stabil és támogató, akkor sok minden történhet felnőtt korában a világban, az ő saját környezetében vagy tágabb környezetben, ő ezt biztonságosnak fogja megélni. Ha az anyakapcsolat vagy korai élmény nem olyan, és az illető erre nem eszmélt még rá, vagy nem dolgozott ezzel, akkor sokféle dolog történhet, tehát akár szélsőséges reakciók is a kisebb és nagyobb környezet reakcióira. Tehát egyrészt van az, hogy pont egy ilyen jelfigyelő, vagy egy ilyen jeltolmács, vagy asztrológus, aki használ egy jelfigyelő rendszert, mint én, és persze sokan vagyunk ilyenek, vagy többen, analógiás gondolkodással, ez nekünk olyan, vagy nekem, magam nevében beszélek, mint egy meteorológus, egy időjárás jelentés, hogy én az idő minőségét, a tapasztalási mintázatokat fordítom, és ugye mindig mihez képest érdemes ezt nézni, ez olyan, mint a modern virtuális világban a GPS-t, ha valaki használ, akkor minimum be kell írni, hogy én hol vagyok, és hova akarok eljutni. Ha nem írom be, akkor nem segít a GPS, tehát nekem tudnom kellene, és kollektív szinten is, hogy miért vagyunk itt a földi világban, és személy szerint te vagy én miért vagyok itt, mert bármely elfigyelő rendszert ehhez képest érdemes nézni. Én is úgy szoktam a videóimat mondani, hogy milyen feladatok és ébredési lehetőségek vannak az adott időminőségben, ami által most maskakörönben használnak, és általános jobb emberré tudjunk válni. És tulajdonképpen, tehát zajlik az én belső világom, amit én rávetítek, és ugye interakcióba kerül egy adott időminőséggel, és valójában az persze rólam is szól olyan értelemben, hogy ez a bizonyos időminőség, ez egy ilyen szövevény, ami átszövi a külső-belső világot. Még a természetre is vonatkozik, a természet is ugyanazt tapasztalja, meg az emberek között is az a mintázat van, ami az önreflexiómban bennem, és hogy attól függően, hogy én milyen tartalmakat hoztam, beíródott a személyiségembe, meg amit tapasztalok a
terembe, amit azt mondom, hogy az életem, vagy a sorsom, vagy a külvilágom, és hogy erre mennyire vagyok tudatos, és az adott helyzetekben, ahogy ez kapcsolatba kerül a külvilággal, az adott időminőséggel, akkor erre hogy reagálok? Tehát a reagálás is már egy előfeltételezés, hogy én hol tartok, például bizonyos tudatfigyeltem, meg bizonyos tudatszinttel érkezünk, ami fejleszthető önismeret, önreflexió által, és hát ezek mind fejlődési lehetőségek pont arra, ami bennünk van. Tehát az az izgalmas benne, hogy ugyanaz a tanítás van egy adott pillanatban, amikor én önmagammal vagyok, amikor egymással interakcióba kerülünk, meg amikor mondjuk a látszólag élettelen természettel kapcsolatba kerülök, ami nyilván abszolút értelemben nem élettelen, vagy ami történik a társadalomban, a politikában, kisebb-nagyobb közösségekben. Tehát ezek az általános tapasztalási mintázatok, de ezt mindenkinek ugye magára kell vonatkoztatnia, és természetesen ott tudunk mi belenyúlni a rendszerbe, nagyon fontos, hogy a jelenbe tudunk csak belenyúlni a rendszerbe, a saját rendszerünkbe, saját szabadságunkból és felelősségünkbe, pont hogy mondtad egyébként a felvezetőben, és ezzel tudjuk teremteni a közös teret, a közösségi teret, a közösségi jövőjét és az egyén jövőjét. Tehát mint jelfigyelő vagy segítő, például hát leginkább ugye magam részéről ez a célom, vagy ez ennek a hivatásnak az egyik lényege, amit csinálok. És hát még annyit erről, hogy azért, hogy mondjam, azért nem lesz annyira nyugis ez a nyár, ezt lehet érzékelni egyébként is, tehát pont most vettem föl egyébként délelőtt a következő videómat, és most kifejezetten a saját YouTube-on, és most kifejezetten sok nézői, hallgatói visszajelzést kaptam, pláne úgy, hogy előadás fesztivál szezon van, tehát ilyenkor jobban lehetőségem van személyesen találkozni a közönségemmel, hogy ahogy feltettem ezt a júliusi prognózist, hát ilyen óramű pontossággal bejeleztek azok a mintázatok, azok a tanítások, vagy azok a jelenségek, amiről beszéltem, abban a pillanatban jelzett a világ, ami azt jelenti, hogy nagyon erőteljesen, nyilván azt is jelenti, hogy működik az asztrológia meg elfigyelő rendszer, de hát ez nem szorul bizonyításra, mert több ezer éve működik, meg sok ember tapasztalja. Hát az, pont említettem a videóban, az nem annyira szívderítő, hogy rögtön bejelez a világ, a politika, a közélet. Ezeknek az analógiáknak sokszor mondjuk így, hogy nem a magasrendű megoldásában. Ez viszont arról szól, hogy hát az emberiség tudatszintje még mondjuk így, hogy nem olyan magas, mert hogyha történik valami, akkor azonnal bemozdul annak az alacsonyabb rendű változata, de nem akarom minősíteni, mert a videóban is úgy szoktam fogalmazni, hogy itt vannak témák, amit most ilyenkor gyúrnunk kell, amivel most vajudik a világ. Ez olyan, mint egy valaki tanul biciklizni, akkor abban van elesés, stb. Tehát egyébként most pont ennek az időminőségnek az elején vagyunk, ahol még sok minden gyakorolhatunk. Persze vannak olyan dolgok, ami már nem a gyakorlási fázisban van, és amit már most tapasztalhattunk a környezetünkben, akár emberek között, meg főleg ugye tágasabban a világban, és júliusban elkezdődött, jelesül például a létkeretei, a etikai kérdések, eszmei, hitbéli kérdések, például, hogy egy-kettőt kiemeljek, ezek folytatódnak augusztusban, sőt sűrűsödnek, és ott sokkal inkább már bejön az egyén, tehát hogy a személyiség funkciónkban, hogy a kognitív működésemben, hogy teremtek, hogy reagálok, az akarati működésemben, az érzelmi működésemben, mert ebben az időszakban most nagyon a lét kereteit tanuljuk. Tehát azokat a létkereteket tanuljuk, ha már említetted a spiritualitást, amit minden spirituális őshagyomány, végső tanítás, de egyébként a modern tudománynak a magas foka, a világművészetnek a nagyjai, a festészettől az irodalomig, a nagy gondolkodók, tudósok lehoznak, manifestálnak, tehát, hogy van végső valóság, van isteni rend, van dharma, különböző nevei vannak, van egyetemes erény, ennek levetüléseképpen egyetemes etika, és ez most, hogy mi a valóság, mik a lehetőségeink, mi a feladatunk, hogy van abszolút, hogy közben van relatív, hogy vannak másságok, és vannak előrevívő másságok, építőek, meg destruktív másságok, de közben mindegyiket el kellene tudnunk fogadni, de éretten reagálni rá. Ez egyébként pont egy olyan, és annak, hogy nyár van, most valami nagyon-nagyon fontosat tanul
újra az emberiség, mint alkorszak, és ha már említettem ezt, ugye én nem követek napi szinten híreket, de az ismerőseim, barátaim, meg a nézői köröm gondoskodnak róla, hogy elküldik, fölhívják a figyelmen, visszajelzik, hogy milyen etikai, meg hitbéli, ideológiai csatározás indult el például a Párizsi olimpia kapcsán, ahogy felmondtam ezt a videót, és júliusban beindult, vagy egyéb ideológiai és eszmei csatározások még milyen felületeken indultak el. Ez csak egy hivatkozás, de még mondhatnám a többit. Tehát, hogy ez már elkezdődött, és hát ennek, hogy mondjam, aki ismeri a spirituális hagyományokat, vagy ismeri a modern tudományt, meg elég tudatos, és egy jó személyiség van alatta, hogy ezt a tudatosságát tágítsa, látja, hogy a világban például vannak ilyen érinthetetlen, múlhatatlan törvények, amik átszőnek mindent, csak ezt az adott tudatszintre kell alkalmazni, és aztán szerencsés esetben azt meg is valósítani, és azt szerint élni, ez még nagyobb feladat. És most ezt most nagyon helyre kell tenni. Uh-huh. És ugye, hogyha különösen azt nézzük, hogy mi mondjuk harmóniában vagyunk-e az isteni rendel, a természettel méghozzá szabad akaratunkból, önszántan és tudatosabban, önszántunkból, amire kevéssé volt lehetőség, még egyébként itt a írott történelemben, tehát most kivételes helyzetben vagyunk. Ha ezt kicsit előre nézzük, mondtad, hogy jövő, akkor itt nagy a tét. Tehát az emberiség szellemileg tovább lépe, emberként meg tud-e maradni, morálisan hanyatlik vagy nem, és fizikailag mit teszünk egymással és a természettel, mert ezek létszemléleti, etikai kérdések, hogy a lét végső törvényeit, kereteit egyáltalán mennyire tudjuk megismerni, elfogadni, átlátni, és egyre inkább a szerint élni. És azért azt látjuk, hogy ez most nem minősítés, de itt voltak civilizációk, amik ugye lehanyatlottak, mert az egyik szélsőségben voltak. Most van egy civilizáció, ami megint látjuk, hogy ez a... Úgy szoktam mondani a videóimban, hogy kicsit ironikusan, hogy öntudatlan egóra, de tanító jelleggel, öntudatlan egóra éretlen személyiségre épülő ateizmus, ami átszövi most már a földbolyót, ez meg megint egy szélsőséget képvisel, és látjuk, hogy ebből következő pénzrendszer, gazdaságtól kezdve oktatás, egészségügy és minden, mert ez egy szemléletből fakad, ami önmagában tekinti az anyagot, kívül tekinti, csak a formát tekinti, hát ez a pusztulásba visz konkrétan. Tehát, hogy ez van már, mondjuk, mi is már régebben ismerjük egymást, de hogy én ezekről tényleg a 2000-es évek eleje óta szoktam előadásokat tartani, hát akkor nyilván nem volt YouTube csatorna, meg nem volt szociális média. Én nagyjából ugyanezekről beszélek, most, hogy így visszagondolok, meg itt vannak régi emberek, akik már akkor voltak előadásaimon, hogy ez egyre inkább sűrűsödni fog ez a folyamat a 2000, az 1000 fordulóra, meg utána az első évtizedekben. De azért azt látnunk kell, hogy ezekben a kérdésekben most maradjunk Magyarországon, magyarok vagyunk, ezt alap. Bár ugye világszerte nézik a VNTV-t magyarok, ezt hozzá kell tenni, de hogy ebben a szisztémában, ebben az ateista nyugati szisztémában van, nem csak Magyarország, hanem még sok ország, azért itt az elmúlt évtizedekben volt egy ilyen, hát langyosabb víz. Nyilván nem, bizonyos térségekben nem. De itt megszoktuk, hogy ilyen boldog békeidők vannak, legalább eddig, hál' Istennek. Hát, hogy most ugrok arra, hogy a következő 50 év múlva hogy néz ki ez a világ, ezt nem mondhatnám el, hogy szóval itt olyan dinamikus változásokra kell készülni, mert muszáj átalakulni, és ennek nyilván van egy olyan dinamikája, hogy ebben valamennyi kényszer is lesz, mert hogy egy adott tudatszint, te létrehozunk valamit akár materiálisan, akár mentálisan és mögötte lévő tartalomban, akkor az vissza fog tükröződni. Ugye ezt mutatja a rituálmágia, a modern pszichológia, a karma elve is, és konkrétan logikailag is belátható, hát ha én teszek valamit a másik emberrel, meg a természettel, akkor annak hogy lesznek következményei. Most nem csak én, hanem az elődeim, meg az előző generációk, és ezek most elkezdenek sűrűsödni. És most mondhatja valaki, hogy persze, hát ezt már a tudomány egy része is tudja, meg egyre inkább beszélnek róla. Hát egyrészt mi elfigyelők már évtizedek óta mondjuk ezt, személyesen én ugye az előadásokban, másrészt pedig hát itt most már nagyon a tettek ideje van, viszont a tettek
belső változás nélkül, tehát viselkedésváltozást, személyiségváltozás nélkül én még nem láttam, hogy lehetne végrehajtani. Tehát az, hogy én meg te az egómban tudatosabb legyek, és a személyiségemben érettebb legyek, mert abból lesz, hogy ugyanúgy, mint a vallásoknál, hogy az összes világvallás, ha gyökérgurúit és eredeti tanításait nézzük, és most nem beszélek a vallások intézményesüléséről, torzulásáról, akkor a vallásoknak az eredendő etikája szinte ugyanaz, vagy hasonló etikai intelmei. De ez egy dolog, hogy én azt filozófiailag belátom, vagy megtanulom, de képes vagyok-e megvalósítani és úgy élni. És itt vannak ezek a nagy feladatok. És itt vannak ezek a nagy feladatok, ami most kezdődött, hogy például mondok egy nagyon érzékeny pontot, hogyha megengeded, hogy ugye van ez a dolog, hogy mi egyszerre vagyunk emberi lények egyenlőek, ahogy szokták mondani Isten előtt, a törvény előtt, vagy az isteni törvény előtt. Tehát egyenlőek vagyunk, hogy mindenki a szeretet egységre vágyik. Szeretni és szeretve lenni. Mindegy, hogy milyen bőrszínű, mindegy, hogy férfinő, mindegy, mindegy, mindegy. Mindannyiunkban ott van ez a végső isteni természet. Mindannyiunk tapasztal, és ennek a tapasztalásának az eszköze az ego és a személyiség, ebben is egyformák vagyunk, de hogy hol tartunk ebben a tapasztalásban, mennyire ébredt ez a személyiség, mennyire érett ez a személyiség, mennyire vagyunk tudatosak az egóban, ebben hierarchikusak vagyunk, és ez a kettő egyszerre van, és ezt leírja a modern tudomány, leírja a szakrális őshagyomány, a spiritualitás, mindenki leírja, és tapasztalható, és ez például akkora lecke, hogy ennek a közepét megtaláljuk. Ezt még nem találtam eddig az emberiség. Tehát, ha megnézzük a történelmet, vagy még most is vannak olyan társadalom szerveződési szinten lévő társadalmak jelenleg a bolygón, ahol nagy a kirekesztés. Bármilyen szinten. Ugye, ha valaki más, mert ugye eleve kétféle másság van, és utaltam az elején, van olyan a másság, ami azt jelenti, hogy te is arra a hegycsúcsra mész, meg a másik, meg a stúdióban Zsolti barátunk és kollégánk is, csak másképpen, és ehhez más alkatot kaptunk, pszichológiai, lelki alkat, más szarretipus, de törekszünk a szeretet egység felé. És van olyan másság, aki azért, mert olyan karmát hozott, olyan tudatszintén, és őt sem kell megítélni, jelenleg nem képes, hanem éppen visszafelé megy. Tehát nem az emberi értékeket valósítja meg, hanem a másik oldalra megy, vagy éppen stagnál. Ez egy destruktív másság, önmagam erre nézve, meg a másikra nézve. És nyilván most, ha behoznám a non-duális filozófiákat, akkor itt lehetne spekulálni, hogy persze, aki a öntudatlanság felé megy, az is a fény felé megy valójában, meg Lucifer is fényhozó. De nem akarok ilyen spekulációkba belemenni, hanem abba, ami megfogható az ember számára. És meg kell tanulnunk, azt gondolom, a különböző másságokat megkülönböztetni, benne magunkat, és elfogadni, és jól reagálni rá, és ez még nem sikerült az emberiségnek. Eddig. Szeretném itt megragadni a szót, a másságot fogom alapul venni, hogy mi az, amiben most ez a mostani ébredési korszak, ugye egészen más. Egészen más abból a szempontból, hogy tudatos. Bizony. Tehát, hogy az emberek rájöttek arra, hogy mi az, ami történik, mert a jelenlétük és a rendelkezésünkre álló információk ezt megengedik. A korábbi tanítók szinte kivétel nélküli tudás anyaga, tanításanyaga rendelkezésünkre áll. Tehát nincs többé úgymond rejtve, és pár évbe, 10 éve, 15 éve ugye lezárult egy lélekfejlődési ciklus, ami ugye egy világvégét jósolt, de közben valahová ez a lélek megérett, és valami fajta változásra érett meg, és ebből látszik az, hogy amikor elkezdődött az ébredés, az emberek nem véletlenül érzik azt, hogy óriási más korszakban vagyunk, mint eddig. Tehát nem csak elszenvedünk bizonyos dolgokat és változásokat, hanem tudunk róla, tudjuk azt, hogy hol nyúlhatunk bele, ahogy te is szépen megfogalmaztad, de ez ugye ez a tudatosságnak az ereje. És nagyon sok tanító azt mondja, hogy persze az ember mindig, amikor él, azt a korszakot különlegesnek gondolja, de most ez egy olyan korszak, ami egyfajta globális változásra készteti az embereket, és hogy miben mások azok a változások, amik most történnek, mennyire lehet más az, amikor a hernyó látja, hogy ma nincs túl sok levél a fán, vagy aztán máskor túl sok levél van a fán, vagy a hernyó azt érzi, hogy bebábozódott, és teljesen el kell hagynia a hernyólétet, és pillangóvá kell, pillangóként kell, hogy folytassa az életét.
és az ember is túl van rengeteg tapasztaláson, túl van azon, hogy na most háború van, most vízözön van, most szárazság van, most lehet, hogy járvány van, de egészen más az, amikor az ember a saját öntudatának, vagy az ego tudatának megfelelően alkalmazkodik egyfajta környezetben bekövetkező változáshoz, vagy az eredendő lényegét, amit önmagáról gondol, erről az ego tudatról átváltoztatja, túléli azt az átváltozást, ami ugye ez az isteni tiszta tudatból való működés. Hogy ez egy egészen más, egy olyan típusú változás, amin most az ember keresztül megy, ami még soha nem volt, ezért féli, ez még a halálhoz sem hasonlítható, hiszen a halállal kapcsolatosan rengeteg ismeretünk van. De ilyen, hogy én hernyóként ma lefekszem, és holnap, ha pillangóként felkelek, akkor mi fog velem történni? Márpedig a tudatos fejlődés és az ébredés ezt célozza meg. Hogyan látod ezt? Ahogy hallgatlak téged, egyik oldalon nagyon jó nekem beszélgetni, a másik oldalon kihibás, mert szinte olyan szépen összefoglalt a dolgokat, ami nekem is releváns, hogy legszívesebben tovább átadnám neked a szót. Másrészt azért kihívás egyébként, vagy nehéz, mert rögtön jönnek az asszociációk. Tehát nekem rögtön, most ami eszembe jut, miközben beszéltél, hogy itt van az emberben a szellemfélelem, tehát a halálfélelem mellett. Másrészt, hogy persze az igaz mindig, hogy mindig azzal van dolgunk, amit tapasztalunk, és azzal még inkább dolgunk van, ami kibillent egy középpontból, és bármilyen szélsőséget generál. De az megint csak tény, és ezt valójában a szellemi hagyományok, a spirituális üzenetek, tanítások, de ma már a modern tudomány is, ami összekapcsolódik a spiritualitással is, leírja, hogy persze mindig vannak nagyobb tapasztalási ciklusok, és most valóban itt ezen a Föld nevű helyen, akik itt vannak, szellemcsoportok, most valóban jött, nagyon tetszett ez a hasonlatot, hogy most nem arról van szó, hogy a hernyó most keresgél, hanem egy metamorfózison megy át. Tehát én is azt látom, hogy ugye vannak ugye asztrológiai, lélekfigyelő rendszerekkel is lekövethető alkorszakok, középtávú és hosszú távú korszakok, például világhónapok, világévek, és annak ugye minőségei vannak, archetipikus tanítási minőségei vannak, most abban nem akarnék belemenni, de most ezek tényleg egymásra másolódnak, és ugye itt ebben van egy kulcsszó, amit én előadásokon az utóbbi időben különösen használtam, hogy abban egy kivételes helyzetben vagyunk, és mindenki, aki itt most tapasztal és fizikai testben van, tehát a kérdés az, hogy kinek van ezzel dolga, hát mindenkinek, aki most fizikai testben van, mert egyébként nem született volna ide, és nem lenne most fizikai testben, tehát ilyen egyszerű, és megvalósítani nem egyszerű. És igazándiból itt most arról van szó, hogy először nyílik alkalmunk arra, hogy ezen a metamorfózison úgy menjünk át, hogy tudatosan, ami azt jelenti, hogy felelősséggel és szabadsággal együtt, itt most belálljunk valamivel, vagy elvállaljunk valamit. Amikor elkezdtem a YouTube csatornámat 19 végén, a szándékos volt, mert tudtam, hogy akkor indul egy nagyon komoly tanítóidőszak erről, és ugye a 20 decemberé, vagy januárában tartottam egy előadást a Kígyó Leveddi Bőrét címmel, és itt mindig két dimenzióról szoktam párhuzamosan beszélni. Az egyik, ahol az embernek először lehetősége van változni, az hogy reagál az egóján keresztül és a személyiségen keresztül a magára és a külvilágra, tehát kvázi egótudatosság, személyiségfejlődés, és erre mondtam, hogy elindult az a korszak, amikor személyiség szinten tömegesen felnőtté kellene válni. Főleg egyébként az emberiségnek azon része, aki már túlsófolta az intellektusát, és belenyúlt sok mindenbe, tehát sok intellektuális, illetve anyagi erővel és erőforrással rendelkezik, és ugye be is tud avatkozni a környezetében olyan nagy mértékben. Tehát ahol van egy ilyen, úgymond egy ilyen IQ-szerű intelligencia és hatókör, viszont az érzelmi intelligencia, meg a szellemi intelligencia még azért tömegszinten nem magas, ebben a nyugati szisztémában sem. És igazándiból most az van, hogy nagyon nagy felelőssége van azoknak az embereknek,
különösen egyébként, akiknek nagyobb hatóerejük van egyáltalán a pozíciójánknál fogva, másrészt pedig mondjuk így nekünk, akik jobban a nyugati szisztémába születtünk, mert itt nagyobb a hatókör. És ez persze az egész emberiségre vonatkozik, hogy most tényleg van egy ilyen pont, hogy még egyszer ezt nyomatékosítsam, hogy szabad akaratból, de ez mindig felelősséggel jár, felelősség, szabadság, és tudatosan elvállalni azt, ami az ember létmisztériuma. És ilyen értelemben itt, amikor most visszatérek az elejére, hogy amikor beszélünk ilyen kisebb, úgymond kisebb korszakokról, ezek azért mind úgy vannak betagozódva, a nagy rend, látjuk, hogy milyen tökéletes rend van, hogy ezek ugye egymásra épülnek, ezek a leckecsomagok, tanítási csomagok, úgy is fogalmazhatnánk, és mint egy előkészítik. És megyünk be ezekbe a nagy változásoknak a sűrűjébe, és annyira, tehát aki inkább jobban tanul a fizikaiból, meg a konkrét materiális tapasztalati térből, ott is le lehet vezetni, hogy látjuk, hogy milyen reformok, feladatok, reformok szükségessége és problémák halmozódnak a fizikai térben, és ezek pontosan erről szólnak. Nagyon örülök, hogy ezeket mondod, mert annyira csodálatos az, hogy ugye mi ma úgy találkoztunk, hogy nem beszéltünk meg semmilyen témát. Igen. Amit most az előbb elmondtál, az igazából a következő kérdésnek szinte a teljes tartalma. Egy filmet láttam Einsteinről egyébként, ami arról szólt, hogy a hitleri Németország honnan szerezte meg azt az erőt, amivel ekkora nagy uralmat tudott végrehajtani. És ez számomra megdöbbentő volt, hogy úgy kapták meg az erőt, attól lett ekkora nagy az a birodalom, hogy azokat az embereket, akiknek nem volt céljuk, nem voltak sikeresek az életben, Hitler igazából őket szólította meg, mert tudta, hogy ezek az emberek igazából semmi másra nem vágynak már csak egy kis hatalomra. És azok az emberek, annak a tömege, a tömegereje, akik Hitler mellé álltak ilyen célból, azok az emberek, akiknek nem tetszett a rendszer, vagy nem akartak, nem azonosultak vele, nem értettek egyet ezzel az egész politikával, ami akkor történt, már a tömegnek az ereje sodorta és szippantotta be őket. És ezt azért gondoltam, hogy veled megbeszélem, mert itt az elmúlt évtizedekben azért rengetegen ébredtek, rengetegen dolgoznak magukon. Az idei nyár számomra nagyon nagy csoda, mert fesztivál hátán van, spirituális rendezvény, táborok, elvonulások tömege van. VNTV tábor is lesz, és rengeteg ember, még sokan nem is járnak el ilyen helyekre, de tudom róluk, hogy mennyit dolgoznak magukon, és követnek akár téged is, hát látszik a számokon. Na most a kérdés az az, hogy ugye ahogy ez a német birodalom a tömeghatás erejével el tudott érni irdatlan dolgokat, nagyon ronda dolgokat, de ez az energia viszont, ami az ébredettek energiája, az ébredettek egységben való összeadódása, vagy egy olvadása, ami ugye az isteni energiában történik már meg. Na ennek vajon mikor látható az a fajta tömeghatása, tömegvonzása, amikor majd emiatt nem fognak tudni megtörténni a háborúk, amikor emiatt nem fognak tudni megtörténni azok a nagyhatalmi tervek, amik még azokat az embereket, akár a német minta hatására, akiket céltalanná tettek, belesülyeztettek az anyagba, a betegségekbe, őket majd nem ez fogja már magához vonzani. Mi a véleményed most neked erről? Hiszen ezt mondtad te is, hogy a tömeg ereje, hogy mikor lesz a tudatos ébredett tér, erőmező akkora már. Nagyon találó, amit mondtál, és megengeded, akkor kezdem az első felével, mert az is tanulságos, és azért érdekes, mert konkrétan vannak ilyen többször visszatérő példáim, például ez, ami ott történt, az is ezek közé tartozik. Hát ugye, amikor elhangzott ez a kígyó levedi bőrét előadás, és most kapcsolódom pont, ahol abba hagytam, ugye először, tehát hogy mondjam, először az egóból és a személyiségből kell fölébredni,
mert az, hogy valaki rögtön spirituálisan megélje az egységet, ahhoz már úgy kell megszületni, vagy leszületések. De ezt ugye, hát van, aki persze ezt hozza magával, és van, aki alvó szinten hozza magával, azt is aktiválni kell, meg van, akinek el kell érnie. És ezért mondtam azt, hogy ez a felnőtté válás, hogy tömegszinten nagyon fontos felnőtté válni, mert ebből azt következik, mert minden embernek dolga van ezzel, hogy beálljon a helyére, és onnan tudja, hogy kicsoda és mi a célja. Mert ha nem, akkor ugye például ilyen dolgokra felhasználható, és megteremtődik egy ilyen tér, mint ez a példa, és pont ezt a okulva, pont ezt a példa, többször szoktam hozni így spirituálisan, ahogy utaltam rá, meg néplélektanilag, vagy pszichológiailag ilyen történelmi, politológiai példákat, és például ott az volt, ugye, hogy megelőzte ezt a hitleri Németországot Poroszország, és a poroszos, hát ismerik ezt a poroszos mentalitást, de ott nagy mértékben pont az egónak a hatalomvágya volt nagyon elfojtva, többen foglalkoztak vele, de többek között Adler nevű pszichológus nagyon foglalkozott ezzel, és ez ugye egy kollektív térben el volt fojtva. És ugye kitermelte ez a kollektív tér azt az igényt, és erre megjelent, erre a hiátusban, az archetipikus szerepben egy figura, aki konkrétan történetesen Adolf Hitler volt, aki meglovagolta ezt az elfojtott hatalomvágyat. Egyébként ez egy jellemző, hogy a tömegtudatban bizonyos archetipusok bemozgathatóak, és erre emberek bemozdíthatóak, csak az a kérdés, hogy az archetipus az mennyire tudatosan használja az emberek sokasága, vagy öntudatlanul, mert ha valaki az archetipus alatt van, tehát ez tulajdonképpen nem más, mint az uralkodón archetipusa, ehhez tartozik a hatalom. És ha a legelőször nekem, meg neked uralkodni kell, az micsoda? A saját világod. És abban megtalálni a saját helyed, a saját teremtő erődet, célod. És valóban itt eljutottunk odáig, hogy sok ilyen ebben sérült ember van, és ott pont egy olyan struktúra volt előtte, és céltalan, akkor bemozdítható az ember. Ez ugyanolyan dolog például, ha valakinek vannak nagyon-nagyon korai olyan típusú gyerekkori sérülései, ami az egységélményből sérült, az ősbizalomból, akkor így tudnak például emberek bekeveredni szektákba, akár nagyon komoly szélsőséges szektákba, mert ott csak az a lényeg, hogy egy darabig abban elégül ki az ebben sérült személyiség, hogy végre tartozom valahová, megélem az egységet, itt szeretnek. Az már nem érdekes, hogy a végén majd ki kell végezni magunkat, meg mit tudom, valami el kell égetni a bábukat, de az a lényeg, hogy el vagyok fogadva, mert odáig már nem érek ki. Jó, tehát, hogy ez egy nagyon átlátható dinamika, és ugye valóban a sötét meg a világos dinamika is működik. Tehát ugye itt sokat lehetne beszélni csoportdinamikai törvényszerűségekről, ami most nem akarok belekezdeni, de nyilvánvalóan egy közösségben minél több egyén beáll a helyére, tudja, hogy kicsoda és mi a célja, jobban lerendezte a saját identitását, tudatosabb az ego elvan a személyiségében, akkor érettebb lesz a közösség, érettebb lesz az egyén és a közösség viszonya, érettebb, tudatosabb vezetőket fog kitermelni csoportdinamikailag, és így tovább. És akkor ez is számomra is egyébként ilyen többször vizsgált kérdés előadásokon, hogy akkor ebből mi lehet most a dolog fényességéről beszélve, és a fényes jövőről beszélve most a szó spirituális értelemében, hogy ránézek erre a festményre, ami itt van a hátterünkben. Hát én azt látom, hogy egy kicsit a csoportdinamikai tapasztalataimat is beleértve, hát egyrészt én is látok azért egy ébredést. Ebben azért óvatos vagyok, tehát van benne mindig egy kritikusság, hogy azért talán a nevedbe is mondhatom, hogy azért mi, de ezt majd elmondod a sajátodat. Nekem például a baráti ismeretségi köröm azért jó részt olyan emberekből áll, meg nyilván a tanítványaim, meg akik felé megnyilvánulok. A nézői körömből is, akik kommunikálnak velem, azt tapasztalom, hogy ébredők, útonjárók. Szóval azért nagy százalékban utoljára emberekkel találkozom, ugye azokkal én kevésbé találkozom, akik nem járnak úton, vagy éppen a sötétségben vannak most, ami nem önlétező, tehát most spirituális értelemben. Tehát azért óvatos vagyok, de mindenképpen csalhatatlan a szabad ébredés, tehát csalhatatlanul tapasztalható, különböző szinteken, tapasztalató a belátásból ébredés, és egyre inkább tapasztalató a kényszerekből való ébredés. Szokták mondani, hogy ego szinten a kényszer nagy úr, meg a szükség nagy úr, olykor törvényt is bont, de akkor egy más, magasabb törvényt kell ugye fölismernünk. És én ezt úgy látom, hogy
van a Földön egy nagyon szűk spirituális réteg, aki tényleg spirituális, és ebben benne vannak a leszületések, magidok, tanítók, mesterek, megvilágosodottak, felszabadultak, és van egy réteg, aki náluk tanul, akik megint csak leszületések, akik csatlakoznak. Most képzeljük el, hogy nekik nagyon rezgés számuk, nagyon kisugárzás érik, és óriási húzóerejük van. Utána van egy olyan, már ennél szélesebb réteg, akik azt gondolom, hogy elég jó szinten vannak önismeretben, tudatosságban, és van egy csatornájuk fölfelé, és igyekvők. Ők nekik is nagy a hatóerejük. És ők már többen vannak. És akkor van egy következő réteg, ami egy ilyen, most elnézést a kifejezésért, egy ilyen szélesebb masszaszerű réteg, akik azért még bizonytalanok, itt vegyes, tehát hogyha most azt mondom, hogy a fény és az árnyék, az nekem nem ellentétpár, hanem a sötétség az a fénynek a hiánya, és a fény az öntudatlanság. Most leegyszerűsítve. És akkor ebben vannak szürkék, meg vannak, akik ebben imbolyognak, meg ingáznak, meg bizonytalanok, és azért én megfigyeltem, egyiket főleg az asztrológia használatánál, mert az asztrológiát párhuzamosan használom bizonyos személyiségfejlesztő részben terápiás módszerekkel, természetesen úgy, hogy amire van jogosítványom és végzettségem és megfelelő szakemberekkel, és a kettőt én összeszoktam hozni, és azt látom, hogy bizony vannak olyan leszületések, akik olyan karmát hoztak, hogy kialakul valami nagyon-nagyon hát súlyos személyiségzavaruk, vagy valami nagyon-nagyon szélsőséges pszichopatológiai állapotuk, amit vagy úgy maradnak az egész életükben, vagy nagyon komoly szenvedéseket okoznak másoknak és maguknak, vagy elkezdenek a szenvedésből valamit kicsiholni. És itt például vannak úgynevezett, ahogy modern tudomány mondja, dark személyiségek, ugye korábban nevezték szociopatáknak, pszichopatáknak, és ezek az emberek például egy szűkebb tudatossággal rendelkeznek, és eléggé itt vannak egy ilyen sötétségben, tehát nehéz azért Münchhausen báróként vagy helikopterként kiemelni magunkat. Aztán, de vannak olyanok, akiknél nem ennyire megbombázott a karma, és már magasabb a tudatosság, és noha van személyiségsérülés, a kinyomás, a belső kinyomás, meg a külső szenvedéseknek a kohéziója, mint valami kohó, pontosabban, mint valami nem kohéziója, hanem összhatása, mint valami kohóban kihoz valamit, hogy az illető fejlődik. És magyarán én azt látom, hogy van a bizonytalanok, tehát az idézőben szürkék rétege, akiket azért az ébredők húznak. És különösen azok, akik spirituálisak, és plusz az időminőség is húzza, mert az időminőség az olyan, mint amikor a hangmérnök föltolja a potmétert. Tehát az, hogy változni kell, az, hogy most egy kivételes változásra, amit definiáltunk az elején, erre van lehetőség, és ez ki hogy érzékeli? Ki kényszerként érzékeli, ki belső kinyomásként, ki belátásként, elhívásként, intuícióként, de mindenképpen fokozódik, és ez, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy hiszek a kritikus tömegben, azt gondolom, hogy működik. Tehát spirituális értelemben is működik, és egyébként csoportdinamikailag is működik, és pont erre utaltál. Hát most, hogyha leegyszerűsítve a hülyeségre is, a birkaságra is emberek ugye tudnak generálni tömeghipnózist szélsőségekre, félelemre, agresszióra, látjuk. Hát látjuk a történelemben, látjuk a politikában. Ennek az inverze is működik. Tehát amikor érték alapon, erény alapon, szeretet alapon tükrözzük vissza egymást, és ebben minden benne van, a spirituális tükörtől kezdve a intimitás összehangolódás szintjén, mondjuk a tükörneuronok, amit leír a pszichológia, érvényes mindegyik, és hogy erre is tudjuk inspirálni egymást, és azt gondolom, ez egy szélesedő réteg, és persze most mondhatja valaki, hogy jó, de ott vannak azok a milliók vagy milliárdok, akik esetleg más tudatszinten vannak, meg mély szegénységben vannak, és nem foglalkoznak ezzel, mert olyan a karmájuk, hogy túléljék-e a holnapot, vagy a gyereke túlélje a holnapot, meg háború van, meg éhínség van, vagy azok a tömegek, akik még arra vágynak, hogy na úgy éljek, mint a nyugaton, hogy akkor fogyasszak, és luxusautó van. Tényleg milliók vannak így. De pont azoknak tudunk segíteni ezzel, akik tudatosan beleállnak ebbe a felelősségbe. Igen, de pont visszautalok arra, hogy ezek a kizsákmányoltak sajnos a világban. Tehát, mert ugye, ha megnézzük a világpolitikát, meg a történelmet, ugye, hát a nyugat miből lett gazdag? Az, hogy szétrabolta a fél földet, és kizsákmányolta, és indián holokauszt, Afrikának, aki minden, hát mindenki, aki ismeri a történelmet.
Tehát azok kezében van a hatalom is, mert ugyanezek a nyugati hatalmak továbbra is zsákmányolják ki ezeket a térségeket, csak most rafkósabban, nem annyira nyíltan, mint korábban. Ezt is mindenki látja, ez világos. Viszont tehát a hatalom is, mi is a világnak abban a felében vagyunk, akiknek azért mondjuk így nem kell megküzdeni azzal, hogy holnap legyen mit enni. Most attól függetlenül persze Magyarországon is vannak, akik szegénységben vannak, és együttérzésen velük. De azért nem tömegszín. Hát Magyarország a gazdag országok közé tartozik, ezt hozzá kell tenni. Tehát nem a szegény országok közé tartozunk, akármennyire panaszkodunk, most itt, ha megnézzük a Földnek a rajzolatát. És a nyugati ember kezében van most a hatóerő is, de sokkal inkább a felébredés is. És működik a mintaadás, a példaadás, az, hogy tudattalanul össze vagyunk kapcsolva, és ez fokozódik. És azt gondolom, hogy ennek van egy érdekes dinamikája, hogy én itt látom ezeket a tanításokat, ugye ezeket a mintázatokat, amik így jönnek egymás után, és egyre sűrűbben egymás váltva, átadva a stapétabotot, és ez bizonyos tudatszinten egyszerűen sófolja fel a kényszert, a belső kinyomást, a külső kényszereket, meg az ébredést, és ki milyen tudatszinten van, és ez szerencsére nem stagnál, hanem akár a kényszer, akár az ébredés, az inspiráció hatására ugorhat egyet. Így van. És az arról is szól, mert amit mondtál, abban én azt is belesejtettem, és igaznak érzem, hogy mikor én elkezdtem például asztrológiát tanulni, akkor itt jobban beszéltem keleti és nyugati spiritualitás kapcsán olyan összefüggésekről, hogy bizonyos létszférák vannak, amikben mi lépdelünk, akkor is, amikor fizikai testben vagyunk, vagy fizikai testben, amikor nem vagyunk fizikai testben, szellemszinten. De hogy a legfontosabb tapasztalási lehetőség az mindig a fizikai test, az ember lét, embernek születik kivételes, ez minden szellemi tanításban benne van kivételes lehetőség. De például most vannak olyan lehetőségek a jelenkorban, meg egyébként bizonyos tudatszinteken, hogy nem minden nagy tudatszint váltáshoz kell meghalni. Bizony. Hanem az életben is meg lehet, sőt, ha nagyon elkezdünk ebbe belemenni, amíg ezt megenged, ezt a pici eszmefutatást, akkor nagyon sokszor segítőként is látom azt emberek személyiségfejlesztésében, hogy legyen az egy rendszerbetegség, legyen az egy baleset, vagy netán egy öngyilkosság, nem kellene az illetőnek meghalnia, csak az ego nem képes változni. Illetve a személyiség nem képes megugrani egy következő szintet, és mivel nem képes megugrani, túlságosan azonosul az egónak az életlenebb szintjével, és most így fogalmazom, belehal. Velehal és belehal. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy vannak ilyen válaszutak, és nem kéne öngyilkosnak lennie, és ezt világosan látjuk mi segítők mentálhigiénészek. Azért van például krízisintervenció, kríziskezelés. Ha akkor kap egy más alternatívát, egy más nézőpontot, kap vagy hajlandó elfogadni egy terápiás segítséget, akkor mi történik? Nem ő hal meg, hanem az egója egy része hal meg. Ez az önismeret lényege, vagy ez a pszichoterápia lényege, és akkor nem kell meghalnia. Akár balesetben, betegségben, és tovább megy, mert közben változott annyit. Nyilván persze mindenkinek van egy végső pont, amikor meg kell halni, ezt tudjuk. És ez gyönyörűen az asztrológián keresztül is látszik, hogy amikor tudjuk, hogy eleve egy etikai kérdés az, hogy halálidőpontot nem lehet megmondani élő személynek, már gondolom mindenkinek evidens, az asztrológusok esküjében is benne van, de amúgy meg elárulom, hogy nem is lehet, ugyanis több kilépési pont van, és az attól függ, ez most, bocsánat, a banális példáért, ez kicsit olyan, mint egy videójáték, amiben ott tudod, hogy több életed van, és akkor ott azt elpacsázhatod annál a kereszteződéstél, ha azt nem teljesíted, vagy tovább mész. És ha ezt megugorod, akkor nem kell meghalni, hanem akkor ott már meg tudsz ugrani. Tehát ezek nem annyira vad dolgok, de most emberiség szinten nagyon érvényes az, hogy léphetünk egy magasabb tudatszintre. Például anélkül is, hogy itt megint legyen egy olyan, ki sem mondom, de csak utalok rá, egy olyan harmadik világ, ahol milliók elpusztultak. Rengeteg fontos dolgot mondtál, Zsolt, mindegyikre egyenként lehetne még reagálni is. Még egy olyan utolsó különlegességről szeretnék veled most beszélni, ami megint csak más, mint eddig lehetett valaha a történelemben az ébredéseket illetően, magas tudatosságú civilizációkat illetően is. Majd lesz egy kérdésem is ehhez kapcsolódóan, hogy neked a múltadban vannak-e spirituális őseid,
vonalad, amit idehozhattál? Ez az egyik kérdés, és ezt azért kérdezem, mert egy óriási nagy dolog a mostani időszakban, hogy most fordulunk át nagyon sokan, nagyon sokunknak az ősei között nem létezett, nem volt egyáltalán, nem úgy spiritualitás, hanem adott esetben még Isten hit, Isten tudat, semmilyen más típusú dimenziónak az ismerete, felismerése, megélése maximum az ilyen életveszélyes helyzetekben, halál esetekben, túlélési helyzetekben. Viszont most a tudatosság erejénél fogva mindenki, aki ébred, az mindenki beviszi ebbe az ősi vonalba, behozza most frissen a spiritualitást, az ébredést, a tudatosságot. Tehát lehet, hogy az én őseim nem éltek így, tehát én magam nem hozok ilyen örökséget, spirituális örökséget és energiákat, tudást, semmit, de az én életem már az én következő generációmnak, a gyermekeim számára, unokáim számára már itt vagyok én példának, és ahogy én itt vagyok most egy ilyen materialista, ateista, tudatlan lényből jövő valaki, én már valószínűleg nem úgy távozom, nem ugyanakként fogok távozni, és az őse, vagy az utód generációk már mind megkapják. Na most én ezzel nem egyedül vagyok, hanem rengetegen vagyunk itt, rengetegen, rengetegen, és ez is energetikailag figyelem ezt most, ezt a fordulatot is, hogy jutunk, ameddig jutunk, nyilván ez egy, ne valakinek rövidebb út, valakinek hosszabb út, valakinek a kényszer miatt egy agresszívabb ébredés történik meg, és akkor utána kell megcsinálnia a belső munkát. Valaki önként választja az ébredést, és akkor fokozatosan ébred, és akkor nincsenek akkora nagy pofonok és iránymutatások az életben. De ezt én egy óriási fordulópontnak tartom, hogyha én nem is jutok csak akármeddig az ébredési utamon, már maga az az átváltozás, az a tudatosság, az itt van, és már az én utódom mindenképp azt viszi tovább, mert én vagyok az őse. Én leszek az őse. És téged kérdezlek, hogy személyesen neked van-e a múltadban, mit hozol a felmenőktől, mit adsz tovább? Ideig is eljutok, csak annyira, megint annyira sok is inspiráló volt, amit mondtál, és én olykor szoktam lenni más televíziókban, meg kereskedelmi adókon is, ott ilyet nem engednék meg, de itt most meg lehet, hogy megengedhető, azt gondolom, ebben a körben, ebben a millióban és ebben a nézői körben, hogy most, ahogy mondtad, például egészen más arcodat kezdtem el látni, amikor behoztad ezt a mit hoztál az ősöktől, tehát nagyon érdekes megélésem volt. És akkor mindjárt a személyesre is rátérek, de hogy én ugye most fejeztünk be éppen egy pszichodráma csoportot egy kollégával, és akkor ott is bejön meg más fórumokon, hogy dolgozunk transzgenerációs mintákkal, meg úgynevezett családállításos technikában is ezek bejönnek családi térben. Szóval azért az látszik, és most nagyon sok ilyennel lehet találkozni, hogy valaki dolgozik magán, és valami olyasmit állít meg, fordít át, vállal föl, amit a transzgenerációs minta sorában sokan csak továbbadták, és mint a dominó, amit ugye eldöntök, ment, és továbbadta, és most valaki megállítja, és megy tovább. Tehát például az, amiről az előbbi szakaszban beszéltünk, hogy milyen kollektív lehetőség van most a térben, hát például ez így le tud csapódni egy családi mintában, egy transzgenerációs mintában, ez az egyik. A másik az is, hogy az is érvényes, és egyébként asztrológiailag is ezek jól láthatóak, hogy jönnek most ide olyan születések, akik hoznak ugye bizonyos tudásokat, és egyébként az persze az mindig igaz, hogy a földi síkon az idősebb generációk többet tapasztaltak, de szellemi szinten nem biztos, hogy többet tapasztaltak. Ezért mindig óvatos vagyok azzal, hogy ez a dinamika egyik síkon igaz, hogy más a tapasztalat egy idősebb generációnak, meg egy fiatalabbnak, de ezt együdélek kell nézni, hogy van, amikor fiatal generációk bizonyos tagjai és nagyon komoly tanítást hoznak, amivel az idősebb generációt tudják tanítani, és ott is ez tudatszint kérdése. És hát az enyémre, én megmondom őszintén, a személy, tehát én nem tudok erre most neked választ adni, prompt, mert nem foglalkoztam így ezzel fizikai történeti szinten, hogy nekem milyen ősöm van, vagy milyen ősöm lehetett, ahol volt egy spirituális vonal.
Arra viszont tudok választ adni, hogy mint jelfigyelő, ugye legtöbbet én ugye minden jelfigyelő, vagy aki asztrológiát tanul, mindig azt mondom, sőt, aki nálam tanul, hogy először a saját horoszkópodat kell fölgöngyölíteni, míg aztán másokkal kezdve foglalkozni, hogy azt nem lehetett nem észrevenni ezzel a fordulattal élve, hogy én már régen holisztikusan láttam a világot gimnáziumban is. És mondjuk úgy, hogy ez persze, ez egy szellemi örökségnek, biztos, hogy ha utána néznék, akkor valahol a szellemi vonalon meg lehetne találni. Jó, természetesen most mondhatnám azt, hogy van egy spirituális fogékonyság az édesanyámnak, ami tulajdonképpen nem nevezhető spirituálisnak, hanem egy bújtatott, meg egyébként az édesapám, most remélem, hogy nem sértődik meg ezért, ha nézi, hogy ő látszólag ateista, de látszólag az, mert ugyanakkor etikájában, meg szívében egy olyan ember, mint akire azt mondanám, hogy már szerzetes volt sokszor, és hitt. És egyébként, ha ránézek a horoszkópja, az is úgy néz ki, de effektíve nem mondja magát hívőnek. Ugye, szóval, hogy ezek érdekes dolgok, úgyhogy én azt láttam, meg érzékeltem, hogy hoztam egy ilyen muníciót, és ez leginkább ez az ébresztés. Tehát a honlapomon is nem véletlenül azt írtam ki, hogy saját önébredésemben, vagy önismeretem és önébredésen keresztül mások önébredésének a kísérése. Ez a feladatom, ez a hitvallásom, élethivatásom, és ezért tanítom az asztrológiát is tulajdonképpen. Köszönöm szépen az őszinte válaszodat. Közeledünk a végéhez a beszélgetésnek, de rengeteg mindent tudnék veled egyébként még átbeszélni, mert egész inspiráló, és ugye egyébként onnan lehet tudni, hogy az ember jó úton van, hogy nyílik a témakör, nyílik a tér, jönnek a válaszok, míg az a fajta élet, ami úgymond egyfajta beszűkült tudatból történik, az mindig csak beszűkíti, bekorlátozza az életet. Ez csak egy ilyen megjegyzés volt. A hernyóról beszéltünk, arról, hogy nagyobb metamorfózison kell átmennünk, tehát más típusú változáson megy át most az ember, mint amit eddig megszokott, vagy mint amire fel tud készülni. És az egyik, szerintem az egyik fontos része ennek az is, hogy ne a régi világban gondolkodjunk, tehát, hogy ne a régi világ végén azt vizsgáljuk, hogy a régi világgal mi lesz, hanem én azt gondolom, hogy a pillangók már egy új világot alkotnak. Nem feltétlenül tudjuk még ezt, nincsen tapasztalatunk, a Soma szokta mondani, hogy szűz területen vagyunk, és összemossuk még a kettőt, tehát még a pillangó még álmodik a hernyó létről, és visszamegy a többi hernyóért, hogy megsegíts őket, de közben már lehet, hogy igazából nem is egy helyen, hanem az a bizonyos új föld, az a bizonyos új ember már jelen van, az megszületett. És az utolsó kérdésem hozzád, Zsolt, hogy nagy elhatározásra jutottál te is, mert nem csak segíted a videóikkal az embereket, hanem iskolát is tervezel, hogy mik a terveid neked, hogy hogyan tudod még megtámogatni szerinted ezt a folyamatot, azt, hogy könnyebb legyen ez az átmenet, hogy valahogy a hernyó létet is biztonsággal tudjuk beteljesíteni, utána az újszülött is biztonsággal tudjon, a jó ég tudja, hogy hol indulni és neki látni ennek az új tudatosságú életnek, hogy mi az, amit a te iskolád, a te tanításaid tudnak adni az embereknek? Hát igen, a videóim, ugye a YouTube csatornám 19 vége óta működik, az ugye egy szélesebb körnek szól, viszont az a vesztesége, hogy személytelenebb. Ugye iskolám már van, tehát hogy már tanítok néhány éve, tulajdonképpen önsors világismereti céllal ezt az analógiás gondolkodást, hogy egységbe lássuk a világot és benne önmagunkat, az asztrológiát, mint eszközt, egy elfigyelő rendszert, és ez mindenképpen ugye személyesebb. És hát én ritkán szoktam indítani ilyet, mert nekem nem ez a fő hivatásom, még valami, mindig a televízióban dolgoztam, most már az eléggé kezd kikopni a televíziózás, de mellette még ott van egyéb más, meg társadalmi tevékenységeim, de most már 4 éve volt, hogy nem indítottam, egyfelől új csoportot, vagy 4. éve lesz, mert hogy most fogok indítani ősszel, októbertől, plusz nyilván ezek szándékosak is, mert meg az időminőség is hozza, hogy most megint jön egy élesebb váltás, egy elég éles váltással indult egyébként ez a csoportom, hát el kell mondjam, hogy 2020-ban, amikor pontosan tudtam, hogy mire fogunk ráfutni,
És képes volt akkor csoportot indítani, de már úgy, hogy eleve megszerveztem a Zoom-os oktatást, mert tudtam, hogy itt komoly akadályok lesznek, hát lettek is. Illetve volt egy haladó csoportom már akkor, és ezt fölkészítettem. És hát igen, ez most ősztől indul. Lehet, hogy ijesztő többek számára, de ez egy hetes tanéves képzés, de két okból 7 év, sőt plusz 1 év azoknak, akik vizsgázni akarnak egy központi vizsgán. Magyarországon ugye nincs államilag elismert asztrológia oktatás, de szakmai vagy asztrológiai végzettséget nem lehet államilag elismerten szerezni. Ezt gondolom nagyjából mindenki tudja, viszont szakmai grémium előtt lehet vizsgázni. És ez azért annyi idő, mert eleve havi egy hétvége a képzés, tehát elég ritkás, mert ugye mindenkinek van munkája, magánélete, egy teljes hétvége. Másrészt pedig, amikor én elkezdtem tanítani, csak később tudtam meg, mert korábban is ezt találtam ki, ezt a konstrukciót, hogy a hagyományok azt mondják, hogy 7 évig ne nyújj más horoszkópjához, hanem tanuld meg az asztrológiát és a sajátodat, úgyhogy ebben én meg is nyugodtam. Tehát ez egy nagyobb elszállás, viszont nem olyan nagy igénybevétel, mert nem hetente vannak az alkalmak, és valójában itt egy szinten meg lehet tanulni egy világnyelvet, ami azt jelenti, hogy te egységesen lásd a világot és benne önmagadat, analógiás gondolkodás, szintézisbe hozni a dolgokat, amire most nagyon nagy szükség van, és már önmagába hoz egy önsors világismeretet, plusz konkrétan meg lehet tanulni az asztrológiát egyszerűen saját magad önismeretére. Nagyon sokan járnak már hozzám olyanok, meg eddig is, akik eleve segítőhivatásban dolgoznak, tehát a pszichológustól, a pszichoterapeután keresztül, az orvosig, pedagógusig, mentálingész szakemberig sokféle ilyen segítőhivatásban dolgozó ember, akik már eleve kiegészítőként tudják használni, és nyilván aki arra született, vagy az a dolga, akkor asztrológussá is válhat. Hát nyilván akkor, hogyha végjárja, nyilván akkor ebből levizsgázik, itt van házi vizsga, egyéb központi vizsga is, és hát egyébként erről minden információt a honlapomon lehet megtudni, ez a kisjozsefzsoltblog.hu, azt hiszem, hogy ki is szoktátok írni, és ott van egy platform, ahol ha regisztrál valaki e-mail címmel, akkor bekerül a csapatba, és majd kap tájékoztatást, de egyébként a honlapom is nagyon hamar, itt augusztus végén a teljesen pontos információk legkésőbb szeptember elején ott lesznek, de már jelenleg is, ha valaki fölmegy és jelentkezik, 95%-osan ott vannak az információk az októberben induló csoportról, tehát aki erre indítatást érez és dolga, várom szeretettel. Zsolt, én kívánom, hogy legyen nagyon áldott minden tevékenységed, legyen sok erőd, legyen meg ez a folyamatos nyílás, látom, hogy nagyon sokan keresnek, nagyon-nagyon sok előadást tartasz, nagyon sok YouTube videó van fent már, amik azért különlegesek, a régiek is, mert ugye nem csak kifejezetten az asztrológiai dolgokról beszélsz, hanem ez az egész tudatemelkedési folyamat gyönyörűen kommunikálva, rendszerezve, olyan módon van megfogalmazva, ahogy te csinálod, hogy könnyen tudja, viszonylag kevés ellenállással tudja az elme elfogadni. Köszönöm ezt a visszajelzéseket, sokan mondják ezt, és ez nekem nagyon fontos, mert ezt mindig így csiszolom, hogy lehetne jobban, meg hogy lehetne hatékonyabban, úgyhogy köszönöm. Könnyebbé teszi az ébredést, és ugye egy materialista világban élünk, ami egy olyan világ, amikor a nagyhatalmak, akiknek esetleg nem az a céljuk, hogy az emberek ébredjenek, nagyon könnyű módszerrel vissza tudnak minket csábítani a szellemi szintről, a lelki szintről, a materialista szintről. Egy kicsit többet adnak az anyagból, egy kicsit több szabadságot, egy kicsit színesebbet, egy kicsit mozgalmasabbat, és ugye az ember agya az oda megy, ahol nagyobb boldogságot tud minél kevesebb befektetéssel, munkával elérni, minél olcsóbban, ne adj Isten ingyen. Na most ugye a mai ember azért képes arra, hogy ez ennek ellenálljon, és átlásson azon, hogy ne a könnyen megszerzett, olcsó és rövid ideig tartó élvezetek vezessék az életét, hanem egy stabil, igenis intelligenciában, tudatosságban, az emberi és isteni minőségnek megfelelő szinten lévő dolgokat. Ez az egónak is csáberő, ez egyértelmű, de azt gondolom, hogy ez a fajta csáberő, ez valami jó helyre is tud, valami olyan helyre tud elvinni, ami
ami révén az ember lét megszületett, és amíg az be nem teljesedik bennünk, az a megfelelő minőség, az a megfelelő szintű tudat, addig nyugtalanok leszünk, elégedetlenek leszünk, nem az az élet fog megvalósulni, amire egyébként szívünk, lelkünk, mélyén vágyunk. Zsolt, én nagyon hálás vagyok neked, hogy vagy, én szeretlek téged követni, és visszavárunk majd téged, még szeptemberben is. Jó, hogy egy kicsit átbeszéljük majd, hogy akkor hogy alakult ez a nyári időszak, és akkor segítünk még az embereknek, hogy hogyan lehet téged elérni, és az iskoládba jelentkezni. Nagyon köszönöm, jó szívvel, és addig is a YouTube videóimban, ha valaki rákeres a Kis József Zsolt névre, vagy Kis József Zsolt mentálhigiénész szakember, asztrológus a YouTube-on, most is lesz még két videóm addig is, amíg nem találkozunk. Szeretettel várok mindenkit, és hát ébredést, szeretetteljesen megélt napokat kívánok a következőkben. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen én is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu